Kedves nézőink, köszöntöm Önöket Királyhegyes határából, ahol megkérjük Víz István urat, aki a Víz István és Társai Kft. Tulajdonosa, hogy beszéljen nekünk a fokhagyma termesztés múltjáról és jelenéről. Kérem, mondja el, hogy hazánk miért szorul fokhagyma behozatalra, és Makó térségébe miért nem termesztenek makói fajtájú fokhagymát? Ez egy nagyon összetett probléma, az, hogy hát igazából lecsökkent a fokhagyma területe az utóbbi időben, hát nem utóbbi, inkább azt lehet mondani az utolsó 30 évben folyamatosan csökkent. Nyilván ennek egyik oka az volt, hogy a magyar fokhagyma a világpiacon nem volt versenyképes, tehát az árversenyben alul maradt, és gyakorlatilag nem érte meg a termelőknek úgy termelni, ahogyan a régi időkben ezt gyakorlatilag megszokták, hiszen Magyarországon döntő részben olyan fokhagymát termesztettek, ami hát inkább tavaszi jellegű fokhagymák voltak. Makó térségében inkább a Kiszombor, Marosrele földák környékén, a kötött földeken igazi kemény húsú tavaszi fokhagymákat termeltek, ami nagyon elálló volt, kiváló fűszerezettsége volt, tehát nagyon szerették. Mai napig is ez, azt mondom, hogy vezető fajta, de termésbe viszont nem tud annyit produkálni, mint a ma termesztett, inkább őszi jellegű fokhagymák, és emiatt nem maradt versenyképes a világpiacon. Különösen úgy, hogy az utóbbi időben olyan nagy termelők jöttek előtérbe, mint Kína, aki szinte azt lehet mondani, az egész világot lefette fokhagymájával, így Európát is, és attól függetlenül, hogy íz zamatanyagra fel sem veheti a versenyt a magyar fokhagymával, de igazából ott van, mint választék, és a fogyasztó eldönti, hogy mit vásároljon. Ha olcsóbbat akar, akkor ott van az olcsóbb kínai hagyma. Hát ezen kívül azért eddig is régen is nagy termelők voltak, Spanyolország, Franciaország, azért ma is hegemon szerepet töltenek be, és hát nyilvánvaló, hogy a magyar termelők is próbáltak másfelé orientálódni, próbálgatták ezeket a fajtákat, így aztán hát most Magyarországon döntő részben spanyol, francia fajtákkal foglalkoznak, és ezek őszi jellegűek, nagyobb termést adnak, igazából a mai technika mellett már jobban tárolhatók is, tehát nem jön előtérbe az, mint régen, hogy nem voltak hűtők, nem voltak olyan tárolók, tehát májusig, júniusig a tavaszi fokhagyma kitartott. Most a hűtéssel gyakorlatilag sok minden dolog megoldódik. És hát idáig jutottunk, most magyar jellegű fokhagyma igazából nagyon kevés van itt, ahol vagyunk is, de a táblában nagyon kevés magyar őszi fokhagyma van, ami magyar fajta. Inkább, mint mondtam, a spanyol, francia fajták kerültek előtérbe. Ez a tábla, ahol most vagyunk, ez kinek a kezelése alatt van, és kik a termelők? Hát ez egy laza szervezettségű csoportnak a táblája, igazából 14-15-en vannak benne termelők, 14 hektár, és ez a tábla, és hát úgy fogtak össze, hogy egybe legyenek, és így sok minden olyan dolgot meg lehet oldani hatékonyabban, ami hát ezt a tábla szintű méretet kell, hogy elérje. Így szerveződtek ők, és ebben az Agromaros Szövetkezet úgy kerül bele, hogy a területet tudja úgy biztosítani haszonbérlet formájába, hogy hát a vetésváltást be tudják tartani, hiszen a fokhagymának egyik döntő termesztési technológiája, hogy azért lehetőleg 5 év alatt ne kerüljön vissza a fokhagyma ugyanazra a helyre, és ehhez viszont terület kell, méghozzá jó terület, tehát olyan, ami vízgazdálkodásilag is megfelelő, kellő kötöttségű, és hát nyilván jó a vízháztartása, hát sok minden egyéb, mert az igényes növény ez, nagy a befektetése, tehát nagyot nem lehet kockáztatni, hogy utána kárba menjen esetleg a befektetett munka. Az Agromaros Szövetkezet részt vállal abba, hogy előkészíti a talajt,
teljesen vetésre, ősszel átadja a termelőnek, akik megfizették a költségeket, és utána a termelője a fajta, ők vetnek, a saját technológiájukkal termelnek, és akkor eljutnak a betakarításig, amit most már lehet így látni. Ez mindenki maga szájai szerint alakítja ki. Hát van, aki úgy szedi, hogy hagyományos módon kihúzzák, összekötözik kézzel, hazaviszik, szárítják. Van, aki már géppel összefogtak, vesznek gépet, és hát csinálják végig ezt a nem könnyű munkát. Nyilvánvaló, hogy egyre arra megy a tulajdonképpen a tendencia, hogy minél kevesebb kézi munkát kelljen ráfordítani, mert ezt igazából nem nagyon tudja megfizetni a fogyasztó. Ezért van az, hogy a gép felé orientálódik mindenki, hát nem könnyű így sem azért megtermelni, de hát azért hatékonyabb. Jó. És legyen szíves már még arról beszélni, hogy a fokhagymának a tárolása és az értékesítése, hogy milyen irányba mozdult el az utóbbi években. Hát a tárolása nagyon sok féleképpen oldják meg, tehát már említettem, a hűtők jönnek számításba, tehát korábban fel lehet szedni fokhagymát, tehát így egy rizikófaktor ki tud küszöbölni azzal, hogy ha érési stádiumban mondjuk megázik a hagyma, akkor nem szenved így annyira kárt, hogyha egy-két nappal hamarabb takarítja be, könnyebb a szedése, hűtve pedig utána tudja egy darabig tárolni, majd pedig elkezdi szárítani. Tehát ezek viszonylag egyszerű technológiák, de megvannak a feltételek hozzá, hiszen lehet hűtőt bérelni, otthon lehet tárolni levegőn, és akkor hát utána lehet készítgetni, hiszen még mindig a leghatékonyabb az, hogyha családi módszerrel mondjuk csinálják otthon, és a piachoz alkalmazkodva, úgyhogy szépen elkészítve és nagyságra szétválogatva, hát akkor van igazából a családnak bőle haszna. Hogyha mindent bérmunkába csináltat, akkor elég kevés marad rajta. Az idei időjárás kedvezett a fokhagyma termesztésnek? Hát azt lehet mondani, hogy igen. Sőt, mivel az őszi fokhagymák, tehát ősszel kerülnek eldugatásra, már az ősz is igen kedvező volt. Tehát attól függetlenül, hogy tavalyi év, a 2022-es az rendkívüli aszályos év volt, de ősztől, augusztus 18-tól itt gyakorlatilag 300 mm csapadék hullott le. Tehát aki el tudta rakni időbe az őszi fokhagymát, az gyönyörűen beázott, az altala is úgy, ahogy töltődött, emiatt nagyon jó indulása volt a fokhagymának, a tél sem volt hideg, és hát tavasszal is esett csapadék, így tulajdonképpen az egyik kulcskérdés, mert ez a tábla arra is alkalmas, hogy lineár öntöző berendezéssel lehessen öntözni. Hát kétszer kellett megöntözni az idén, mint vízpótlásnak, összesen 45 mm öntözést kapott, és hát látszik a termésen, hogy nagyon szépen meghálálta magát az időt is. Hűvösebb volt ugye a tavasz, és igazából most, hogy bejött a nyár, már lehet szedni, időbe van, szép. A méretet, ha lehetett látni, igazából hatos hagyma alatt szinte nincs is. A hölgyeket, ha megkérhetnénk, hogy legyen szívesek már megmutatni, hogy akkor a csomót... Bemutatom a fokhagymagép tulajdonosait, Túri Attilát és Kovács Istvánt. Meg szeretném önöket kérni, hogy mutassák be a gépnek a kezelését, működését. Jó napot kívánok, Túri Attila vagyok. Ez egy spanyol gyártmányú, hidrosztatikus hajtású fokhagyma betakarítógép. Ez kötözős, tehát kévéket köt. Jól működik. Bevált itt a magyar területeken is. Jó, spanyoloknál homokosabb a talajot, könnyebben kirázza a homokot, de még nálunk is itt elég jól működnek ezek a gépek.
Ez a gép naponta hány hektárt tud felszedni fokhagymából? Hát körülbelül 0,8 hektárt. És ez függ a talajtól, a nedvességtől. Ennyi. Minden fajta fokhagymát tud kezelni, fel tud szedni a gép? Hát ez az állószárú fajtákat, tehát ami lefekszik magyar tavaszi, vagy a tavaszi később beérő fajtákat, azt már nem tudja felszedni, hanem amint itt a termőterületen is látszik, ami áll, és kellően beért fokhagyma. Mikor alkalmas a gépi betakarításra? Milyen szabályok vannak? Nézni kell a növény életciklusát, és a jó időkkel, mert melegbe szeret dolgozni a gép. A harmatot, vizet nem szereti. Okozhat sérüléseket a gép működés közben? Ez egy gyári gép, elég jól le van burkolva. Hát előtte itt munkavédelemből megbeszéltük, tehát forgomorgó alkatrész, az nem szabad hozzányúlni, meg benyúlni a gép működése közben. Kérem, ismertesse a gép működését. Ez egy hidrosztatikus hajtású gép, a TLT tengelyre, az erőleadó tengelyre föl van rakva a gép saját hidraulika szivattyúja. Ez adja az erőt, és akkor így van megtáplálva a rendszer. Hát itt több kar van, amit itt a föntülő kezelő kezel, tehát a szallagokat, kötözőrész kibe tudja kapcsolni, a szallagokat irányt lehet váltani, és közben ő meg a gép csinálja folyamatosan a dolgát. A kötöző az automata, azt lehet állítani a kéve méretet, és a beállított méretre igen arányosan meg tudja kötni. A fokhagyma kiemelése hogyan történik? Hát ott lent van a kés, az alányúl a fokhagymának, az egy kicsit fölemeli, és a két felhordó szallag megfogja a szárát, összecsípi, és az viszi föl az állító szallagon. Azok a kis csövek az azért vannak, hogy terelők, ami el van oldalra borulva, azt is oda viszi. Tehát, hogy minél kevesebbet hagyjon el a gép. És akkor utána a szallagon föl, ott az rendezi, mikor a kéve kötöző érzékeli, hogy elég nagy a kéve, akkor meg összeköti. Gép kezelő személyzete, az hogy helyezkedik el itt a gépen? Hát van egy traktoros, akkor egy hátul a gép üzemeltetője, és itt hátul ez a szék azért lett felrakva, mert az idén egy csapadékos évünk volt, és mivel nagyon nedves, tehát még segíteni kell a kirázásba. Tehát, hogy minél kevesebb földet vigyünk haza, mert az üstökéből nem bírja kirázni. Tehát a spanyol termőterületek mások, és itt segíteni kell neki a gépnek. Mutassák be a gépet működés közben. Jó. Na, mindenki helyére. Kérem, mutatkozzanak be! Varga Réka. Túri Attilani. Kovásné Nagy Piroska. Milyen munkákat végeznek itt? Fizikai munkát, mezőgazdasági munkát. Hát ugye elkezdik ősszel a vetésekkel. Már az igazság, az utolsó pár évben nem kézi erővel próbáljuk, mint mellettünk, ahogy szedik. Tehát sokat segítettek rajtunk ezek a technikai dolgok. Hát azért most jobban így könnyebb sétálni kell utána, hátja a kévéket összedni, és akkor most így sokkal könnyebb. Hát melegbe az a nehéz, hogy melegbe kell csinálni. Igen, és most meleg van. A gépesítés ellenére is azért kellően elfáradnak, gondolom. Igen, igen. Hát ez inkább kilométer dolog most, mert ugye 500 méter a föld, és akkor hát egy pár kilométert legyalogolunk. És ilyenkor hordani a kévéket. Tehát azért, mert kupacokra kell hordani, tehát nem szana szét van. Végtél is a futószalagot ki lehet úgy alakítani, hogy leejti magának a kévét. Csak akkor ágyasra kéne, tehát hogy a háta mögé kéne, így viszont mi csak oldalról tudjuk szedni. És akkor így el kell pakolni a kévéket, hogy a traktor ne menjen rá.
de így is nagyon-nagyon nagy könnyebbség ezek a gépi munkák. Nem is kapnánk annyi embert már. Tehát nem jönnek úgy napszámba dolgozni. Tehát nem lehetne betakarítani szinte. Nincs annyi ember sajnos, aki egy korosztály, aki úgymond csinálta, még milyen közel 50-60-asok, még egy ketten csináljuk, de a fiatalok azok már, hát jó van, más csinálnak, ezt nem a, ilyenkor szoktam mondani, ez a mi, nem is tudom, nem jól fejeztem ki magam, ez a mi életünk, nem az övék, ők igazából már nem szeretnék ezt csinálni. Vagy és részre ezért is kell gépesíteni, igen, mert kézzel már ez nem tudnánk. Nagyon szépen köszönöm, és további jó munkát kívánok! Vizúr, milyennek látja a fokhagyma termesztés jövőjét itt Makó térségében? A fokhagymának is, mint minden növénynek, meg kell azért küzdeni azzal, hogy azért a piaci kihívásoknak és sok minden másnak, és azok a termelők, akik ezzel foglalkoznak, nyilván fel kell, hogy készüljenek arra, hogy ezeknek eleget tegyenek. Nem egyszerű, hiszen a piacon már jelenleg is megjelennek Európából, Afrikából, de honnan már a különböző termékek, és hát csak a minőséggel, csak a megfelelő technológiával előállított növényen lehet versenyképesen kiállni a piacra, és ennek a kihívásnak eleget kell tenni a termelőknek is. Én úgy látom, hogy ez a fajta termelés, ami itt folyik, ez a kis csoportos összefogás és gyakorlatilag egy táblába, azért bizonyos mértékig zárt technológiát lehet, azt mondom, alkalmazni, és ez azért a jövőre nézve bíztató. És egyúttal köszönjük a Kursza TV nézőinek is, hogy megnéztek bennünket, és nekik is minden jót kívánunk innen Makó térségéből. Köszönöm szépen, és eredményes gazdálkodást kívánok! Köszönjük!